évtizedben, azt hiszem Magyarországon is, de a világ sok és még fejlődő országában is, tehát be kellett látni a hatóságoknak, hogy emelni kell a hemofília ellátásnak a finanszírozását, mert annyira egyértelművé vált, hogy a súlyos hemofiliások kezelésében az on-demand terápia az lejárt, és akár felnőtt korcsoportban is, és mindenkinél, aki ezzel a betegséggel küzdik, ott teljes körű folyamatos profilaxisra kell törekedni. Ugye ez a profilaxisnak a kis ábrás magyarázata, ami gyönyörűen mutatja, hogy így adott egységi 8-as faktor, az 2%-kal emeli meg a 8-as faktor szintet testsúlykilogrammonként, tehát mondjuk 50 egység per testsúlykilogramm beadásával normalizálni tudjuk a 8-as faktor aktivitást, 8-12 órás felezési idővel bomlik le ez a faktorszint, és attól függő, hogy hova helyezzük el ezt a kívánatos völgy értéket, ami alá nem akarunk menni, akkor meghatározzuk, hogy mikor adjuk be a következő faktorpótlásnak az időpontját, és akkor egy következő dózis lesz, és akkor nem csinálunk mást, mint hogy a középsúlyos kategóriába konvertáljuk egész idő alatt, nem 1% alatt súlyos hemofiliás lesz a betegünk, hanem mindig legalább a középsúlyos kategóriának megfelelő 8-as faktor szinttel rendelkezik. Na most ugye ennek a profilaktikus kezelésnek persze vannak direkt klinikai következménye, haszon tényezői, ugye, amiket nem kell hangsúlyozni ebbe a hallgatósági körbe. Kevesebb érzés lesz, összvérzésszám kevesebb lesz, ezen belül az izületi érzésszám kevesebb lesz. Direkt következmény lesz, hogy nem haladunk előre a hemofíliás mozgásszervi károsodás, a hemofíliás artropátia, de az életveszélyes vérzések száma és veszélye is lecsökken, és hát végül is kevesebb műtéti beavatkozásra, korrekciós ortopédiai műtétekre lesz szükség, és hát lesznek indirekt következményei is ennek, már nem csak egészségügyi, hanem az egészségügyi következményekből következő haszontényezők, kevesebb hiányzás, kevesebb kórházi felvétel, kevesebb megjelenés a hemofília központban és a jobb életminőség. És hát ami árat, ezért fizetni kell, nyilván azok a nehézségek oldalán jelentkeznek, tehát a compliance a betegnek, hogy sok vénás injekciót kell adnia, sok időt kell rászánnia, nem biztos, hogy olyan jó a vénás hozzáférhetőség, és ugye az ára ennek a profilaxisnak, amit a kórházakban rendelkezésre kell, hogy álljon a megfelelő mennyiségű készítmény. És ugye ez szintén egy ilyen elméleti bevezető ábrának lehet tekinteni, hogy mi is tulajdonképpen a különböző formája a faktorpótlásnak, és akkor, hogy ez hogyan hat a kimenetelre, ugye ez mutatja, ahogyan intenzifikáljuk a kezelést, egyre újabb és újabb lépcsőfokokat lépünk meg, és hogy ez pedig az időtengely a hemofíliás beteg éveit mutatja. És ugye a legkevésbé intenzív kezelés csak az on-demand kezelés, epizodikus kezelés, ez csak ugye a súlyos vérzések kezelésére és a fájdalom ellátására elegendő, nem fogja meggátolni az izületi károsodás előrehaladását. Ha ugyanakkor legalább rövid távon, gyógytorna időszakában, célizület kifejlődésekor átmeneti profilaxisos periódusokat beállítunk, akkor azért ez a célizületeket tudja javítani. Aztán, hogyha a mi betegeinknél már felnőtt korban, a már kialakult definitív izületi károsodás után, egy on-demand periódus után, de végül is a terciel profilaxis, harmadlagos profilaxis mellett dönt a beteg és a kezelőorvosa, akkor ez is tudja a mindennapi aktivitásokat és a mindennapi életmódot javítani, és az életminőséget javítani. De az igazi, hogyha gyerekkorba kezdjük el, és itt már csak kis különbség van a másodlagos és az elsődleges profilaxis között,
mert ugye az elsődleges profilaxist adjuk most az újszülött generációnak, tehát a második életév előtt, és még a második izületi bevérzés bekövetkezte előtt elkezdjük a folyamatos profilaxist. Régebben inkább lehetnek olyan betegeink, akik még szekunder profilaxisra kerültek, tehát a második életév után, vagy már több, kettőnél több izületi vérzés után kezdték el a profilaxist, és hát ugye ezek közül a legintenzívebb kezelés tudja megcélozni a legnagyobb sikert, tehát a teljesen normális mozgásszerű státuszt és a életminőséget és a teljes szociális integrációt, a teljes munkaképességet. Ugye akkor most fölvetődik a kérdés, hogy van-e bizonyítékunk, hogy tényleg az a epizódikus vagy szükség szerinti kezelésnél hatékonyabb a profilaktikus kezelés, és két klasszikus országokat összehasonlító vizsgálat ismert, aminek csak a legfontosabb eredményeit tettem ide az ábrára. Az egyik, ami a norvég és a svéd hemofiliás sokat hasonlította össze, egy azon hasonló korosztály, ugye annak függvényében, hogy milyen műtéti beavatkozások voltak szükségesek náluk, illetve ugye a norvég hemofiliások sokáig a vizsgálat megtételéig on-demand kezelésen voltak, míg a svédek, ahogy a főorvos mutatta, klasszikus nagydózisú profilaktikus kezelést kaptak korai gyerekkoruktól, kevesebb kórházra szorultak, és összességében kevesebb műtétre kerültek, de még informatívabb, ha megnézzük, hogy milyen műtéteket, korrektív, nagy ízületi, ortopéd műtétek szerepelnek az on-demand kezelésnél, míg a svéd betegeknél, akik állandó profilaxison voltak, csak a portakat beültetést tette ki a nagy részét a sebészi beavatkozásoknak. A másik klasszikus ország összehasonlító ilyen profilaktikus vizsgálat, az pedig még tanulságosabb, ez a holland és a francia gyakorlatnak az összehasonlítása. Itt a on-demand, vagy a szükségszerinti ország, az a francia ország, ahol később kezdődött a profilaxis, és ahol nagyon korán, de egy viszonylag kis adagú profilaxissal, egy úgynevezett intermediate dose, tehát közepes dózisú profilaxissal, nem is a svéd teljes dózisú profilaxissal, az pedig ugye a holland betegeknek a sorsa. Az egészben a legtanulságosabb az, hogy mégis az éves faktorfölhasználás testsúlykilogramra megadva, tehát összehasonlítható módon, alig-alig tért el a két ország között, tehát hiába adta profilaxis során rendszeresen, az on-demand kezelésbe is majdnem ugyanannyit kellett összdózisbe beadni a vérzések miatt. Tehát nyilvánvalóan már ez előre fogja nekünk jelezni a kimenetelbeli különbségeket is, mert ott a vérzés után kapták a kezelést, még ha ez elég intenzív kezelés is volt. Ugye az összes vérzés, ugye a norvég betegeknél sokkal több volt, vagy a francia betegeknél sokkal több volt, mint a holland betegeknél. Akiknél egyáltalán nem volt ízületi vérzés, nulla, az inkább a holland betegeknél lehetett. Ugye a mozgásszervi szkór, az ortopéd szkórban is jelentős a különbség a profilaktikus kezelés javára, és a különböző ortopédiai műtéteknél is hasonló különbséget, mint a másik vizsgálatban, nyilván a profilaktikus kezelés javára lehet kimutatni. De hogyha megnézzük, ugyanolyan életkorban elvégzett radiológiai szkórral, tehát hagyományos röntgen szkórral, Betenzor szkórral is nagy különbség van, és megint csak a profilaktikus kezelésen levő betegek javára. Most mi a probléma a profilaxis hatékonyságának a felmérésében? Ugye eleve nagy klinikai vizsgálatokat nehéz csinálni egy ritka betegségben, és a fő baj az, hogy maguk a végpontok is eléggé bizonytalanak, hogyha egy vérnyomás csökkentőt adunk, vagy egy cukor csökkentőt, ott numerikus
bizonyosan meghatározható végpontok vannak, ugye célvérnyomás értékbe töltött idő, vagy a célvércukorba töltött idő, nem részletezem. Sajnos ilyenek nincsenek a hemofíliában, már maga a vérzés megítélése szubjektív, a vérzés gyakoriságot nem olyan könnyű meghatározni, ugye az éves vérzés gyakoriság, ez az éves ízületi vérzés gyakoriság. Tehát itt a különböző szkórrendszerek kevésbé objektívak, tehát több tere van a szubjektivitásnak. Megint csak a ritkaságból, hogy nehéz bizonyítékon alapuló szignifikáns, tehát kellő statisztikai erővel rendelkező adatot létrehozni. Tehát valójában az egész hemofília profilaxis egy empirikus alapú dolog volt, elkezdték Svédországba, Hollandiába, és ott aztán a többiek kezdték el követni. A másik dolog ugyanakkor pedig a gazdasági háttér volt, hogy ott lehetett, és annyival lehetett, és annyi betegnél, vagy csak a gyerekbetegeknél, amennyi faktor készítmény rendelkezésre áll. Tehát itt a rendelkezésre álló anyagi háttér szabta meg, és az empiria szabta meg, nem pedig az igazán a bizonyítékon alapuló guideline-ok vagy módszertani levelek, és hát csak ez mutatja a különbségét a klasszikus nagydózisú svéd, ahol nincs gazdasági nyomás, vagy kevésbé volt, ott 25-40 egység per tesszúlykilogramm minden másnap. A hollandoknál ugye a közepes dózisú az a 15-25, már eleve kisebb dózis, tesszük kilogrammonként, és lehet, hogy csak hetente kétszer, tehát ez jelentősen kisebb dózis. És a kanadai, ami azért nem terjedt el máshogy, ami csak egy heti egyszerivel kezdődik, és ha bevérzések vannak, akkor a frekvenciáját, a gyakoriságát kétszer hetente, és utána háromszor hetente, vagy másnaponta, de ezek a dózisok már kisebbek a kanadai profilaxisnál. Ugye, ezt, amit mondtam, hogy a mennyiség szabta meg és határolta be a kezelési lehetőségeket. Ugye itt megint csak a cukorbetegséget, az inzulin függő cukorbetegséget hozom példaként, mert hiszen itt nem probléma, annak idején sertés inzulinból vagy emberi rekombinás inzulinból annyit lehet előállítani viszonylag olcsó módon, hogy ez soha nem lehetett probléma. Annyit kap az inzulin dependens beteg, amennyire éppen legjobban szüksége van. 8-as faktor az nem ilyen. Hát a 8-as faktor még a mai napig sem ilyen, de mutatom, hogy mi fogja ezt a szemléletet megváltoztatni, és ennek vagyunk most szemtanúi. Tehát most már elterjednek a rekombináns készítmények és átszabott készítmények. Ugye a rekombináns készítményeknél nincs termelési limit, hogy amennyi az üzlet megkívánja olyan termelési kapacitást. A nyersanyag, ami az emberi vérből előállított készítményeknél limit, az itt nem limit. Itt annyit lehet előállítani ennyiből, amennyi gazdaságilag megéri az adott vállalkozásnak. Az átszabott készítmények pedig más felezési idővel rendelkeznek, tehát itt a mennyiség is lecsökken, ami adott esetben előállításra szükséges, vagy beadásra kell. Tehát ugyanakkor meg a plazmeredetű termelőkapacitás megmarad, nem fogják elpocsékolni a rendelkezésre álló plazmának a 8-as és 9-es faktor felhasználását. Hát végül is ez azt fog jelenteni, hogy jelentősen csökkennek az árak, és új célokat lehet kitűzni, és nem az lesz a célunk, hogy sokkal kevesebb érzés legyen, hanem, és hogy tűrhető állapotban legyenek a betegek, hanem talán ez, hogy egyáltalán ne legyen bevérzés a súlyos hemofíliásoknál. De azért a mi beteganyagunknál, akik most jelenleg felnőttek, ott azért más, reálisabb célokat kell meghatározni, nem úgy, mint az újszülött generációban, mert tényleg teljesen normális ízületi státuszt kell megcéloznunk. Őnekik már van, ugye, kifejezett mozgásszervi következménye, azt teljesen megállítani az előre alatt nem lehet, de lehet viszont kiküszöbölni az életet vagy végtagot veszélyeztető agyvérzést, komoly vérzéses dolgokat,
és az összvérzés gyakoriságot komolyan le lehet csökkenteni, a célizületeket meg lehet gyógyítani, kihűteni, rehabilitációt tudjuk támogatni, végül is késleltetjük az előrehaladását, a mozgásszervi következményeket, megspórolunk elektív műtéteket, vagy legalábbis időben kitoljuk a későbbi életkorba, a fájdalmat, az életminőséget javítjuk, és a munkában eltöltött, vagy tanulással eltöltött időt javítjuk. Tehát akkor érthető, hogy nálunk is ez megszabja a hazai irányzatokat. Egyébként minden más olyan súlyos homozigóta, vagy hármas típusú súlyos vérzékenységekben is alkalmazzuk a profilaxist, nem csak a súlyos hemofíliában. Ugye, amiről a kardos orvosnő beszélt, hogy hogyan adjuk most a kisgyerekeknél a profilaxist, ezzel a korai profilaxissal, hogy kevesebb inhibitoros beteg legyen, és mi, aki a felnőttekkel foglalkozunk, pedig azon dolgozunk, hogy minden súlyos hemofíliás beteg tudja, hogy lehetősége van a profilaxisra, és vállalja is a folyamatos profilaxis. És hát ezen kívül meg egy kicsit beszélek még arról, hogy mit is jelent ez az individualizált, tehát személyre szabott profilaxis, amire szintén lehet törekedni. Ahogy a főorvosnő előadásából az kiderült, hogy ugye a gyerekeknél indult el a Svédországban Inga Marie Nilsson professzor intenciójának megfelelően a profilaxis, de ez tehát a kisgyerekekre van kidolgozva. A kisgyerekeknek ugye más a lebomlási ideje a faktornak, sokkal kedvezőtlenebb, felnőtteknél ez jobb, hogyha testsúly kilogrammonként nézzük, fajlagosan nézzük ezeket a farmakokinetikai tulajdonságokat. Tehát ez a felnőttekre adaptálva, ez túl drága lenne, túl nagy dózisú felhasználást igényelve, nem figyelembe ez a merev séma, a beteg aktivitását, életkor, hogy egy számítógép mellett ülő, vagy egy teniszező beteg, egy más és más profilaktikus eljárásmódot igényelne. És hát ugye akinél azért mégis vannak a beállított kezelés mellett úgynevezett áttöréses, vagy breakthrough, ahogy az angol mondja a vérzések, hogy adja a profilaxis, de időközben a következő beadás előtt spontán bevérzés keletkezik. És ugye hát az végül is ez is fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy ha költséghatékonyan felnőttkorban is költséghatékonyan használjuk fel a rendelkezésünkre levő készítményeket. Tehát hogyan lehet akkor módosítani, személyre szabni? Tehát ugye a vérzéses mintázat a legelső. Eljön a betegünk, adunk egy kezdeti profilaktikus sémát, de azt mondja, hogy de időnként még a következő beadás előtt a negyedik napon bevérzése van, spontán bevérzése van, akkor megpróbáljuk vagy a dózist emelni, vagy a intervallumot csökkenteni. Tehát ez a leginkább fontos, és a leginkább kézenfekvő a vérzéses előfordulások alapján. Vagy a fizikai aktivitáshoz tudjuk, hogy mikor vannak az edzések, séták, stb. Ahhoz igazítani. Vagy a munkahelyen nagyobb elfoglaltságú fizikálisan. És akkor ugye, ha mégis van egy célizület, akkor föl kell turbózni egy kicsit a profilaxisunkat, hogy ezt az ördögi kört, ami a célizület kiváltásában szerepet játszik, azt le tudjuk törni. És hát ugye nem utolsó sorban azért van nekünk egy paraméterünk, a 8-as faktor aktivitás alakulás, és azt ugye a völgyértéket, meg hogy mennyire megy föl a 8-as faktor, milyen lehet a személyes félelemidő, azt meg tudjuk határozni. Tehát a személyre szabott profilaxishoz van valamilyen kimeneteli megfigyelési mód kell, hogy hogyan alakul a vérzésszám, ezek a farmakokinetikai paraméterek, és legfőképpen ez a völgyérték a következő beadás előtt, hogyan alakul a mozgásszervi státusz, és ugye nagy divat az életminőséget is követni hemofíliában, az a életminőségi kérdőjével, kitöltésével. Hát így volt, így fejlődött hemofíliában a betegség specifikus, a hemofíliára tervezett kimeneteli paramétereknek a fejlődés. Ugye kezdetben volt a röntgen
szkórrendszer, aztán utána a klinikai szkórrendszer, tehát hogy milyen szögmérésen és klinikai vizsgálaton alakul, aztán az MRI, aztán utána az ultrahang alapján, és aztán az életminőségi kimeneteli paramétereknek a vizsgálata. Most végigmegyek egész röviden, ugye ez, a, amit mi is alkalmazunk, hagyományos röntgen, Peterson score, ez minden nagy ízületnél megmondja, hogy hogyan alakul a röntgennel vizsgált súlyosság. Ez a másik röntgen score, nem részletezem, hogy mi a különbség a kettő között. Egyébként a Petersont, a svédet használják a világon. Ez a klinikai score rendszer, amit egy ortopéd orvos Amerikából fejlesztett ki, és a Világszövetség elfogadja. És ez egy másik klinikai score, amit a kardos főorvosnő is említett, de ez gyerekeken használható. Tehát ahol még nagyon finom elváltozások vannak csak, ahhoz finom score szükséges, mert kis különbségeket tudja nézni, és erre fejlesztették ki ezt a hemofilia joint health score rendszer. Aztán ugye az ultrahang és az MR, ezek az újabb képalkotó eljárások, ezek megint csak finomabb különbségeket tudnak tenni, még a lágyrész minőségében is, hogy hogyan alakul a vérzés, a nyálkahártya, mennyire érintett, a porcrendszer mennyire érintett. Tehát tulajdonképpen hat nagy üzleten lehetne ezeket követni időben, de elképzelhető, hogy ez gyerekeknél ugye szedálás szükséges, nyugtató injekció kell hozzá, körülményes, drága, nagyon költséges. Tehát ez gyakorlatban az én megítélésem szerint nagyon nehezen alkalmazható, és a betegek sem örülnének neki. Persze ahhoz, hogy klinikai vizsgálatokat végezzünk, és összemérhetők legyenek a dolgok, ahhoz fontos, a mindennapi rutin szempontjából ezek túlzottan körülményesek. A maradt tehát nekünk az izületi vérzésszám, az összvérzésszám, azt meg kell különböztetnünk, mert nagyobb a jelentőség a spontán vérzésnek, hogy azért átszab, mert csak valaki azért vérzett be, mert jól megütötte, vagy kificamodott, akkor annak kevesebb a jelentősége, az kevésbé igényli, hogy átszabjuk a profilaxisát. És itt a gondozási napról jelentősége, ne írjunk be semmit, ha csak a hagyományos profilaxis van, viszont ha van áttöréses vérzés, adjuk meg, hogy spontán vagy ütés után alakult ki, és írjuk be akkor a pontos lokalizációt, és írjuk be pontosan, hogy hány injekciót kellett ilyen áttöréses vérzés miatt adni. Tehát ezeknek van jelentőség. Nyilván, ha meg súlyos vérzés van, egy retroperitoneális, egy akár egy pici agy, vagy valami, az megszabja utána, hogy mennyivel intenzívebb és komolyabb profilaxist kell adni. Tehát ennek különös jelentősége van. Ugye probléma mégis, még egyszer, a gyerekeknél ugye megmondani, hogy tényleg bevérzette vagy sem, tehát ez megfigyelést igényel, a szülők sem olyan biztosan tudják ezt, hogy most ez egy új bevérzés miatt egy kicsit más a mozgása a gyereknek. A felnőttnél is nagyon problémás már a kialakult súlyos izületi állapotban, hogy az a fájdalom, az most bevérzés miatt van-e, vagy egyszerűen a meglévő krónikus izületi károsodás miatti fájdalom. Ezért nehéz ez, mert ez az izületi bevérzés tünetei, a melegség, a mozgáskorlátozottság, ugye a fájdalom, pirosság, melegség, ez pedig ugye a krónikus izületi károsodásnak, amikor már porckopás van, csontos károsodás is van, deformitás van. De van egy összefekvő része ennek, ahol átfednek a tünetek, mind a kettőre jellemző bizonyos mértékig ez a gyulladság, ez a melegség. Tehát nagyon nehéz. Volt egy olyan vizsgálat, ultrahangos vizsgálat volt, ahol először is megkérdezték a beteget egy adott fájdalomnál, hogy ez most izületi vérzés vagy nem, illetve az orvos is megnézte, a hematológus, hogy ez most vérzés vagy nem. Mind a ketten leadták a véleményüket, és utána megnézték izületi, hogy van-e vér, izületi ultrahang, hogy van-e vér. És nagyon gyenge volt mind az orvosoké, ami nem csoda, de még a betegeké is.
Tehát nem sokkal volt az 50% fölött a találati gyakoriság. Ebben a specifikus betegcsoportban, tehát ahol már előre alakult izületi károsodás van. Ez egy amerikai vizsgálat volt. Hőkamerával nem próbálták vizsgálni? Hát ez a baj, hogy a melegség a másikra is jár, ahol már ugye ott vannak a csontkinövések, ahol ott van, le van kopva az izületi porc, már nincs, ahol van egy kis szinoviális gyulladás állandóan. Ott az is meleg. Igen. Nem azt mondja ezzel az ember, hogy a fájdalom indokolatlan, csak hogy a hátterében most tényleg ott van egy, most végül is olyan szempontból mindegy ez, hogy adni kell profilaktikusan, adni kell a faktort, nem ez a kérdés. A kérdés csak az, hogy hogy tudjuk megítélni, hogy az valóban, tehát hogy tudjuk összehasonlítani egy ilyen profilaxist adunk, vagy olyat, vagy hagyományos 8-as faktort adunk, vagy hosszított felezésű, vagy majd lesz génterápia és génterápia. Tehát ehhez kellenének objektív paramétere. És ez a paraméter mégsem elég objektív. Csak ennyi akar ez jelenteni, amit itt vetítek. Tehát a másik dolog, hogy akkor a 8-as faktor mérésen alapulóról a véleményem, hát biztos, hogy nincs szükség teljes ilyen görbét lefuttatni, hanem ugye elegendő adott esetben megtudni, hogy mennyire emel egy adott betegnél, ezt nevezünk ugye recovery-nek, mert ez fontos, hogyha majd később műtétre kerül, akkor mennyit adjunk, hogyan adjuk adott esetben. A TRAF érték meg azért fontos, ez a völgyérték, hogy ugye mikor kell a következő injekciót adni, mire állítsuk be az a beteg aktivitása alapján, mondjuk 3%, mikor éri el a 3%-ot, vagy azt mondom, neki elég 1% fölött tartani, mikor éri el. Tehát ezek fontosak. És de ugyanakkor azért hasznos lehet, hogyha akár nem is egy viziten meghatározni 12-24 óra múlva, de amikor ő pontosan beírja, hogy mikor adta be, és legközelebb jön vérvételre, és akkor tudjuk, hogy ez 24 vagy 36 óra múlva volt pontosan ahhoz számítani, levenni, akkor megint egy értékes paraméterhez jutunk. Látjuk, hogy akkor volt. És arról nem beszélve, hogy számítógépes szoftverrel, ha egy-egy ilyen pontunk is van, meg ez is van, akkor abból meg lehet a görbét jósolni. És a jósoló görbével aztán játszani lehet ezzel a szoftverrel, hogy hogyan változtatom az adagot, a frekvenciát, és akkor mi lesz a következő. Ilyen lesz Magyarországon is ilyen lehetőség. És ez egy nagyon demonstratív. És végső soron én csak a saját központunknak, a mi felnőtt betegeinknek szeretném a profilaktikus adatait mutatni, mert talán a múlt évben határoztuk meg ezt, vagy nem több mint 2 évvel ezelőtt, ugye a súlyos ahemofiliás betegek ből ugye 38 nincsen profilaxison, tehát 70%-a a betegeknek folyamatos profilaxisnak valamilyen fajtáján van, legalább hetente egyszer rendszeresen adnak készítményt, de van, aki többször is. A súlyos B-hemofiliásoknál valamilyen kisebb ez az arány, 60% körül van, tehát összességében a beteg súlyos hemofiliások 2/3 van profilaxison. Hogy milyen adagot jelent ez, aki az a kisebbség, aki nincsen profilaxison, a 120 ezer egységet használ körülbelül évente, aki profilaxison van, az 400 ezer egységet használ a hemofiliában, tehát az átlag az olyan 286 ezer nálunk a mi központunkban. Ha megnézzük, hogy mit itt takarhat ez a 400 ezres felhasználás a profilaktikus betegcsoportban, aki folyamatosan rendszeresen adja a készítményt, az azt jelenti, hogy ha 70 kg-os a testsúlya, akkor ez körülbelül egy heti 3-szor 35 egység per testsúly kilogramm adagnak felelhet meg, mert ez ad ki 400 ezer egységet egy évben. A B-hemofiliában viszont meglepő módon ott nem is volt különbség. Ugyanannyit használtak, nyilván B-hemofiliában ritkábban kell adni profilaxis formájában is a 9-es faktort, ugyanannyit használtak gyakorlatilag a profilaxison, illetve a szükség szerinti kezeléssel levő betegek. Ennyit szerettem volna elmondani így általános szempontból a profilaxisról, nem tudom, hogy van-e kérdés. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen az előadást!
És ha már itt tartunk, hogy lehetőség van profilaxisra, eléggé jó lehetőségekről akarok beszámolni nektek. Megjelent a jövő évi közbeszerzési felhívás, és hát Csúlya Laci azonnal elkezd számolni, hogy mire lesz ez elég. Azonnal csinálok statisztikai számításokat, hogy ebből mennyi, hány kezelt beteg napra van lehetőség. Én régebben úgy határoztam meg a gyógyszermennyiséget, az éves gyógyszermennyiséget, hogy hány napig leszünk kezeletlenek. Bizony, amikor az Egyesületünk 97-ben elindult, akkor még olyan 200 napnál tartottunk, hogy körülbelül 200 napig nulla faktor szint van a vérünkben. Most 110-valahány millió nemzetközi egység gyógyszerre tett közbeszerzési felhívást a OEP, és van egy adott mennyiségű gyógyszer még ebből az évből, ami át fog menni a következő évre, lekötött szerződéssel, illetve raktári készlettel. Tehát ez már olyan, ha összeadogatom, lehet, hogy olyan 120-130 millió nemzetközi egység, névleges mennyiség ez. Hát az a legfontosabb kérdésem itt a főorvos úrhoz, hogy van-e esély arra, hogy ezt a 120-130 millió nemzetközi egységet meg is veszi az egészségbiztosítási pénztár? Egyet biztosan mondhatok, arra esély akkor van, ha ezt felhasználjuk. Igen. Tehát, mert egyszerűen csak a beszerzésnek a szabályrendszerét tekintjük, ő lehetőséget teremt, hogy ennyit maximálisan megvegyen, de arra is van lehetősége, hogy ennél kevesebbet hívjon le. Kétféle, nem akarom részleteket, van egy ilyen keretes, meg egy másikféle. Én bizonyos vagyok benne, hogy ez lehetőséget teret. Tehát ők azt az én korábbi nézetemet, hogy minden egyes évfordulójakor egy 30%-i raktárkészlet minden egyes készítmény szempontjában optimális lenne, ezt soha nem osztották. Nem. Ezért ez úgy vannak ezek a bizonyos beszerzési számok meghatározva, hogy ez a maximumot is adott készítményből be lehet venni, ha az jó, úgy fogy, és annyira népszerű a betegek és az ellátók körülbelül, hogy abból elfogy, akkor azt meg lehessen venni. De annál jóval kevesebbet is lehet, mert ha nem fogy, akkor nem fogják meg. Viszont mondhatjuk azt, mi betegek, hogy ez hivatkozási alap nekünk arra, hogy tisztelt OEP. Gyógyszerhiányra lehetőség nincs, hiszen ki tetszett írni 130 millió nemzetközi egységű gyógyszert nekünk receptre, kvázi receptre. Mondhatjuk ezt így? Tehát a lehetőség megvan. A lehetőség ez megvan a számunkra. Laci, mondja a kérdést. Visszatérnék az én sebészettel, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy nekem abszolút nincs vélemény. Hát ennek vannak hagyományos módjai, hogy központi vénába betesznek egy kanülát. Tehát ezek egy műtétre, egy rövid időszakra abszolút könnyű megoldások vannak, és ez mindenütt, ahol intenzív betegellátás vagy műtéti beteg, ez megy automatikusan. Itt csak arról van szó, hogy egy kisgyerekkorban például, vagy egy inhibitoros betegnél, ahol most 6 éves korban mondjuk egy immuntoleranciát kell, hogy minden nap kétszer nagy adagba adják be neki a 8-as faktort otthon, minden nap. Na most ezekre az extrém esetekre szolgál ez a milánói fisztulás kérdés. Megvan a veszélye, tehát leírtak olyan eseteket, hogy extrém megnőtt a végtag. Az egyik végtagja hosszabb, mint a másik, vagy ugye befert. Sokféle mellékhatás lehetősége van. Tehát ez nem egy olyan panáceum, hogy ez most megoldja ezt a vénás hozzáférésnek a kérdést. Bizonyos esetekben segíthet. És Milánóban ezt csinálják, Amerikának, meg Angliának, meg nem tudom hány nagyon jó hemofília központ van, egyáltalán nem szerepel ez a gyakorlatában. Nem lehet hozzákerülni a Milánóihoz? Hát felnőttként szerintem könnyebb, gyerekként. Nem egy speciális dolog ez. Itt az a speciális, hogy hemofiliában, gyerekeknél, szériában, tehát széria alatt értse azt, hogy
tucatnyi esetben. Ezt már ők használták és publikálták. Ez egy lehetőség. Nem több ez annál. Önnek van ezer más, vagy több más lehetősége, amin műtétnél berakják a kanült, és nem lesz ez önnél probléma. Nem hinném, hogy önnek ez egy olyan megoldás lenne, ami miért oda kéne menni. Igen, hát ez a rendszeres profilaxisnál gond azoknak, akiknek pokháló vénáik vannak, hogy ott ez általános. Például a Lakatos Józsi ilyen mindent megtenne bármikor, hogy jó vénája legyen, de nem tud tenni. És hát viszonylag jó izomzatú ember. Itt a megoldás az lehetne, hogy egy tímet, vagy legalább egy ember, aki egy ilyen módon eljuthatna egy ilyen központba, és ott... Hát megpróbálok majd lobbizni a támogatóimnál, meg azért akkor ezek szerint a Honvéd Kórház orvosai között is. De én el tudom képzelni, hogy volna erre fogadom. Megpróbáljuk. Felkeressük, majd a főorvosútól megkérdezünk, hogy kit keresünk meg ott, akinél a problémát elmondjuk, és akkor ő a saját munkatársai között meghirdeti a lehetőséget. Jó? Hát nagyon köszönöm az előadást, de lehet még kérdezni, főleg ez a bizonyos személyre szabás, ez egy új dolog, nagyon kevesen, tehát nincs ez beégve a tudatunkba, főleg a mi generációnknak a tudatában nincs ez meg, hogy gyakorlatilag számunkra már az is profilaxis volt, hogy tesszük kilogramra azt a 25-30 egységet beadhattuk 3 naponként. És akkor most jön ugye a szakma, hogy a tapasztalat mi, hogy a 3 naponkénti beadás mellett áttöréses vérzések jelentkeznek, hát amivel ugye ők küzdenek, mert jön a beteg vasárnap, ahogy a főorvos asszony is mondja, jön a beteg vasárnap este, hogy be van vérezve itt vagy ott, és gyakorlatilag elmögött az van, hogy akkora már lebomlott a szervezetében a vérfaktor. És a személyre szabott terápiának meg pont az a lényege, hogy nem akkor adjuk be, hogy ami matematikai, meg testsúlykilogramm pontosság, hanem az szerint adjuk be, hogy soha ne essen le nullára a faktorszint a szervezetünkbe. Ezt ki kell mérni. Ezért áldozatot kell hoznia magának a betegnek, be kell menni az orvosához, és egy több napon keresztüli vérvétellel ezt meg lehet oldani. 2-3 napot be kell menni, és akkor ebből ki tudják azt a görbét alakítani, aminek a számításával aztán megmondják, hogy 2 naponként kell neked, a másiknak 3 naponként, az egyiknek 500 egységet naponta, a másiknak meg 1000 egységet naponta kell számolni. Szeretnék nektek megmutatni, mert itt van az internet előttem, egy lehetőséget, ami azért érdekes, mert egy naptár, bocsánat, az Explorer-t akarom megnyitni, vagy a Chrome-ot, és ezt a naptárt már én használom. Gyakorlatilag ez egy kezelési naptár. Ha én nem akarok itt bejelentkezni, na mindegy, lehet, hogy ez így is jó. Azt mondja, hogy... Bocsánat, nem merülni a laptop 300%. Nem, ez azóta, mi ott itt vagyok, ennyi. De van rúgva, nem tölti az elme. Mikrohertz, megnézem itt egy pillanatot, kérek egy kis figyelmet. Ezt a naptárt szeretném nektek megmutatni, internetről is letölthető, csak ahhoz a nevet kell pontosan. De célra van az a Mitro, persze. És a végén meg, igen. Hertz, igen, hemofilia, igen, ez az. Itt egy letölthető program van, amit nem feltétlenül kell letölteni, bocsánat, ez a logója. Ez a bizonyos, így mutatom nektek, ez a logója. Ha ezt a programot letöltitek és letelepítitek a telefonjaitokra, akkor ez nektek egy figyelmeztetés, be lehet rajta állítani, hogy milyen rendszerességgel adjátok magatoknak a gyógyszert.
hány, mekkora dózist adjatok be, mennyi a gyógyszerkészletetek, sőt, ezen keresztül kapcsolatot lehet tartani a csoporton belül, azon a csoporton belül, amit képeztek. És adott esetben mondjuk Ukri Mártával vagy Zsuzsivel lehet kapcsolatot tartani, hogy időpontot kérni, vagy az a kezelős orvosotokkal, bárkivel lehet kérni, lehet együttműködési lehetőséget, üzenetet lehet küldeni. Na most ez megjelent, ez a lehetőség. Ennek egyetlen egy hátránya van, amit szintén el kell mondanom, hogy az összes adat, amit ebbe beleírtok, az nem csak Magyarországon jelenik meg, tehát nem csak a Bözsi látja meg az Ukrimáta, hanem abban a pillanatban látják New Yorkban is. Mert azonnal fölmegy az internetre az információ. Én most elkezdtem tárgyalni egy céggel, hogy ennek csináljunk egy magyar megfelelőjét. Egy kezelési naptár. Nem egy-két forint, ez körülbelül olyan 3 millió forint egy ilyen programnak a elkészítése. Ennek a programnak a elkészítésével komolyan foglalkozok, megkértem, hogy készítsék el az árajánlatot erre, és adjanak egy projekttervet is róla. És itt a képet azt azért lehet mutatom a felületet, hogy miből áll ez. Azért érdekes az egész program, mert ez egyfajta önfegyelmező eszköz. Tehát én magam is, aki elég fegyelmezett betegek közé tartozom, néha-néha, tehát amikor az havi számlálást elvégzem, hogy na mennyi gyógyszert adok magamnak, akkor azt tapasztalom, hogy kimarad egy-egy plazma. Tehát nem jön ki a heti 7000 egység, hanem heti 6000 egység jön ki, tehát egy szűnnap mindig valahogy valamikor belekerül. Itt mutatja ez a táblázat, hogy ez a kép, hogy hányféle információt lehet beadni. Tehát be lehet tenni a vérzés időpontját, be lehet tenni az egyéb, tehát minden, ami a betegségünkkel együttes információ, azt be lehet rakni, sőt le lehet fotózni azt az izületet, amelyik bevérzett. A program ingyenes, teljesen, és nagyon egyszerűen használható. Akár játéknak is lehet tekinteni, tehát fiatal gyerekek ezzel hozzászokhatnak, látjátok ott a táblázatból, hozzá lehet szokni a használatához. Tehát például, hol is volt, ez itt van, ez a pillanat. Látszik a napló, és abból látszik, hogy milyen gyakran adta magának a beteg a készítményt, és az is látszik, hogy a piros jelzése, hogy mikor volt neki vérzése, vagy bármilyen rendkívüli eseményei is, azok is megjelennek a naplón. Tehát ezeket a statisztikai be lehet tenni, hogy mikor látogatod meg az orvosodat, a nővért, az üzeneteket látod, egy történelmet is látsz, vissza tudsz menni évről évre, hogy az egyes években mennyi gyógyszert használtál, és milyen panaszaid voltak. Én ezt a metodikát követve kértem a fejlesztőt, hogy készítsen el egy hasonló programot, azzal az előnnyel, hogy ez a program, ez nem kerülne akkor az amerikai információhatalom kezébe, hanem ez a mi közös kis információnk lenne. Tehát, na itt van, hogy mi mindent lehet feljegyezni rá. A statisztikákat is lehet készíteni, és nyomon lehet követni. Ez az első oldal, amit látsz azonnal, ezek a kék pöttyök jelzik, hogy mikor adtál magadnak vérkészítményt azon a héten. És előre szól egy-két órával, hogy ezt a készítményt most már légy szíves add be. Tehát, de be lehet jegyezni a nagyobb műtéteket, a nagyobb, na itt van, hát az a bizonyos microhealth.org, oda megy fel az összes információ, amit ebbe beírsz. Én magam használom, úgy vagyok vele, hogy ami
nem árt, hogyha beletanulok ebbe a rendszerbe, és az a kérésem, hogy majd vegyetek részt ebbe a programba, hogyha sikerül megegyezésre jutni, és elő tudom ráteremteni a pénzt, hogy ez a kis program a kezünkbe legyen. Ez is egyfajta együttműködési ébresztő, hogy aki ezt ebbe a programba belép, az valószínű, hogy jobban együtt tud működni az orvossal, kap egy új korszerű kis látványos eszközt. Tessék, ott volt egy kérdés, és ott volt előtt, te voltál. Nem kérdés, hanem javaslat. Igen? Mivel a gyerekek többet használják az érintőképernyős mobiljaikat, szerintem őnek is meg kell ezt megmutatni, mert szerintem ők még jobban. Természetesen. Meg gondolom, ez azért alakult ki ez az egész dolog, mert rohanó világokban élünk, és mindenki nyomkodja a mobiltelefonját. Hát jelenleg. Viszont ez előnye jelenleg. Igen, igen. Hát nézd ide, figyelj, Attila király idejében, vagy akár a honfoglalásban minden gyereknek nyíl volt a kezébe, meg fakart. Tessék. Jaj, hát köszönöm szépen. Ha van hozzá, van főorvos asszonyhoz kérdéseket. Szívesen maradjunk, csak az idő az. Köszönjük. Visszatérve, akkor igen, most mobiltelefon van a nyíl helyett a gyerekeknek a kezébe. Amikor én kisgyerek voltam, akkor meg paritja volt. Úgyhogy a környékben üvegablakok azok rettegtek. Igen. Más gyakorlati információkat szeretnék most még megosztani veletek. Ez volt egy érdekesség. Tehát jövő évben én várom az együttműködéseteket, a nyári tábor valószínű ugyanebben az időpontban lesz. Szeretnék szervezni tavasszal is összejövetelt, ha lehet kettőt. Egyiket valahol vidéken, majd kialakul, hogy merre, a másikat Pesten. Vagy ha nem Pest, akkor Ceglédet javasolom, így ilyen egy éjszakás ott léttel együtt szervezném. És a tematikáját még nem gondoltam végig. Szurkoljatok nekünk, hogy a közbeszerzési eljárás, ami most eltolódott decemberről január végére, eredményes legyen, és minél többet tudjuk megvenni abból a 130 millió egység elméleti mennyiségből. Minden esetre ez a mennyiség arra biztosom benneteket, hogy ne sajnáljatok szólni az orvosnak, hogyha elfogy a gyógyszeretek. Tehát nem kell szégyenlősnek lenni, hogy jaj, hát ki kell húznom a jövő hét végéig, vagy nem tudom, két hét múlva vagyok előjegyezve. Ha elfogy a gyógyszer hamarabb, tessék bemenni. Azért van Csúlya Laci, meg a Keszthelyi Zoli, meg a Petikovszki Otto. Ha elfogy a gyógyszer, nekünk kötelességünk sírni, szokogni, rágni a küszöbét az OEP-nek, hogy igenis meg kell vásárolni a gyógyszert. Ne a beteg a fájdalomtól sírjon, hanem a mi dolgunk az, hogy ennek utána járjunk. És szóljatok, ti akkor szóljatok az orvosnak, amikor elfogy, menjetek és hozzátok, vigyétek haza a gyógyszert, ne a fájdalomtól jajgassatok. Nekünk meg az a dolgunk, hogy amikor ti szóltok, hogy jaj, hát már megint, akkor mi meg lépjünk a gázpedálra és az OEP-nek a küszöbén legyünk szívesek, és ha nem engednek be, akkor is jöjjünk be, és küszöb alatt is be kell jönni, és ki kell könyörögni a gyógyszer mennyiségét. A praktikus információt hadd mondjak, mindenki, aki itt marad, annak szállást is tudunk biztosítani, és most a konferencia az ugye véget ér egy-két perc múlva. Az lesz a kérdésem, hogy maradjatok minél többen, elmegyünk egy kis ünnepi úszkálásra a Széchenyi fürdőbe, és utána pedig várunk benneteket egy közös vacsorára, akik vidékiek, és úgy gondolják, hogy velünk itt akarnak aludni, azok itt alhatnak, megoldjuk a szállásukat nekik. És hát aki pedig elmegy... Igen, igen, és aki pedig elmegy, mindegyik őtöknek boldog, áldott boldog karácsonyt, és egészségesebb új esztendőt kívánok. Igen.
és szóljatok nekem, jöjjetek ide, aki itt akar maradni, hogy tudjunk szállást megbeszélni. Jó? Köszönöm szépen. Mondjad, jó? Lakatos? Igen. Nincsen még az, hogy az európai piacon még nincsen. És még így nincsen kedélyed, meg így még nem tud a magyar piacon sem. Igen, ez még, én úgy tudom, hogy legalább egy-két év. Igen. Én nem tudom, hogy ez lenne még európai. De nagyon kiszobben áll. Köszönöm szépen. Igen. Hát ez már lehet, hogy most nem tudok valamit. Volt, hogy arról nyugodtan be volt, hogy akkor nem jött. De jó, akkor lehet, hogy főorvos, annyit mondjon már, mi újság van a fogászattal? Fogászattal azt a hírt kaptam. Halljátok, figyeljetek, fogászati hír. Azt a hírt kaptam, hogy megoldódott, tehát januártól ez menni fog. Én egy olyan optimista módon vettem ezt fel, hogy ez igaz is lesz. És be is jelentettem valamelyik fórumon. Igen. Most látok annyiban kis elbizonytalanodást, hogy ami 10 éve elkezdődött ez az egész kérdéskör, ugye hajtottuk, hogy legyen, és több orvosigazgató uralkodása idején ez már arról volt szó, hogy ez megoldódik. Most ugyanoda zökkentünk vissza, hogy tényképpen a szájsebészet, ő megírta, hogy mit kéne megkapnia tételesen, azok egy részét nem kapja meg, vagy egyelőre nem kapja meg, és akkor azt mondják, hogy addig legyen a fogászatot. A fogászat pedig mindez idáig mereven elzárkozott. Ezelől pedig nekik volt, most odáig jutunk vissza, hogy újabb kis megbeszélés, nyomás gyakorolni a fogászatra, nem tudom, hogy sikeres lesz. Annyi az előrelépés, hogy úgy tűnik nekem, hogy ez az igazgatás, tehát az orvosigazgató, illetőleg annak van egy másik igazgató partnere, Leoszki doktor, ők ebbe eltökéltek, hogy ezt végigviszik. Azon kívül az alapítványtól hallottam, hogy megpróbálnak legalább a legnagyobb anyagi részével a dolognak segíteni, a szponzorokon keresztül, hogy ezt a fogászati széket ezt biztosítsák. Ugye ez egy több milliós tétel, és akkor ez egy olyan gesztus lenne, amit egyszerűen a kórház nem tudna negligálni, tehát akkor annak a felhasználását a legjobb módon. Ez akkor az volt a terv, hogy ez egy keddi és egy csütörtöki, az egyik egy délelőtti, a másik egy délutáni. Ez tulajdonképpen elég is lenne, ott benne egy elkülönített rendelő, vagy elkülönített széke, ennél jobb megoldás nem kellene. Aki ott, mert vidéki esetleg ott kéne aludni, annak eddig se volt akadálya, mert a szájsebészeti osztályon bármennyi beteget el tudnak helyezni, a ilyen nagyobb műtét. Tehát ennek nem volna akadálya. Szájsebészetnek most sincs félreértés nehézség. Itt csak a konzerváló fogászat, többé is ezek a kérdések vetődnek föl. Megint össze kell ülnünk, ez biztos, hogy a végleges. Ugyanakkor, mert hogy most lesz a tender, mindegyik segítő szponzorunk nyilván most már a jövő évi büdzséjéből tudja ezt majd megoldani, tehát hogy az alapítvány. Tehát ez is a jövő év elején tud megvalósulni, úgy gondolom. Semmelweis Egyetem nem végzi, tehát soha nem végezték a fogászat. Nem vállalták. Igen. De nem kell szájsebészet, de álljunk meg. Állunk, egy forrásban, ott egy emelettel alattunk, ott tökéletesen eddig is mindenki a vidéki befekteti, tehát ami szájsebészet mindent megcsinálna azonnal. Amikor jelentkezik a probléma, bejönnek oda, és megcsinálják. Tehát ez, és ennél jobb nem kell, mert hiszen mi adjuk a faktort, helyben van. Tehát nem kell innen máshova menni, hanem a fogászati részét kéne, mert ugye más eszköz kell ehhez. Tehát ugye még a sebészek, így azok... Meg akarom várni, míg leáll a masina. Jó, de ne lövődöm a mikrofon. Ja, bocs. Én adok hangot.
Igen, és ugye ez lenne, hogy neki legyen szerszáma hozzá, mert ők fogásszakorvosok is. Igen. Ha ez meg lesz, itt már nem lesz akadálya. Hát itt tartunk most. Köszönjük szépen. Akkor berekeztem a mai napi rendezvényünket. Beszélgessünk, és utána akik akarnak, maradjanak velünk. Köszönöm szépen, és akkor áldott ünnepeket kívánok!